Sziasztok, jó, hogy együtt vagyunk megint. Akkor kezdem egy imával. Istenem, nagyon hálás vagyok neked, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket ezen az estén. És köszönöm, Uram, hogy az a közös mi bennünk, hogy ismerünk téged, az a közös mi bennünk, hogy a szívünkbe írtad a vágyakozást, azért, hogy egyre jobban megismerhessünk téged, hogy veled járhassunk, Uram, hogy egyre mélyebb kapcsolatba kerülhessünk te veled, és egyre inkább megismerhessük azt a csodát, amit személyesen a mi életünkre készítettél. Uram, az az én imám, hogy szerkezd egybe a mi szívünket. Uram, hogy üresíts meg engem, hogy ne legyen bennem semmi akadály. Minél kevesebb az énből, a Zsuzsából, Uram, aki meg tudná akadályozni azt az üzenetet, amit hiszem, hogy a szívembe írtál erre az estére. Kérlek, Uram, hogy aki még úton van, az segítsd meg, hogy ide érjen ebbe az esti csúcsforgalomban, és köszönöm azt, Uram, hogy itt vagy a te kedves, drága, szelíd jelenléteddel a Jézus nevében. Ámen. Hát, sziasztok! Igyekeztem nagyon. Emlékeztek, a múltkor összekevertem a papírjaimat. Hát most sorba raktam ebbe a mappába. Hát, ha most sikerülni fog. No, látjátok a papíron is, hogy a 31-es Zsoltár, és a cím az a Te benned bízom, Uram. Tehát folytatjuk a kalandozást a Zsoltárokban, és nem tudom ti, hogy, igen, ezt mondtam el a múltkor 12-szer, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de számomra ez egy valódi kaland, és remélem, hogy ahogy így haladunk majd a Zsoltárokban, akkor ti is kalandnak élitek meg az igének a tanulmányozását. Ma a bizalom lesz a téma, a 31-es Zsoltár alapján. Szeretném veletek megosztani a nehézségeimet, a sok-sok bizonytalankodásomat, és az örömeimet is, ami ezen az úton ér engem, ahogy egyre inkább megtanulok bízni a mindenható Istenbe. Szeretnék először visszautalni az egy hónappal ezelőtti alkalomra, amikor a 46. Zsoltár alapján arról beszéltünk, hogy hogyan juthatunk valódi Isten ismeretre. Biztos emlékeztek, akkor az volt a fő cím, hogy mi nagy vagy, Uram. Tehát, hogy milyen út vezet odáig, hogy az a távoli mennyben lakozó Isten egyszer, ami személyes megváltónk legyen. Emlékeztek talán, hogy beszéltünk arról, hogy ez el kell csendesednünk, le kell tenni a fegyvert a kezünkből, és hogy hajlandó legyen a szívünk az ő követésére. No, lehet, hogy most egy kicsit úgy hátradőlhetnénk, és azt gondolhatnánk, hogy hát jó, már értjük, meg kell ismerni az Istent, ragaszkodni kell hozzá, szorosan vele kell járni, de lehet, hogy velem együtt megtapasztaljátok, hogy nem elég ismernünk őt ahhoz, hogy bízni is tudjunk benne. Nem elég ismernünk őt ahhoz, hogy megélhessük azt, hogy ő minden egyes jellemvonásával betakar bennünket, be akar bennünket takarni a hűségével, a szeretetével, a hosszú tűrésével, a kegyelmével és az irgalmával. És jó lenne tudni, hogyha megrendül az életünk, akkor hogyan állhatunk meg, és hogyan tudjuk akkor is minden pillanatunkat ő rábízni. És hogyan változhatunk ebben, miközben az ő hűsége biztos, hogy nem fog változni. És hogy bőven van mit tanulnom, rögtön egy személyes példával kezdeném. Hát eltelt 4 hét az elmúlt alkalom óta, ahogy megvolt az első hétfő. Lányok, könyörgöm, gyertek előrébb. Nem látjuk egymást, és így kukucskáltok ki egymás háta mögül, megtennétek, hogy egy cseppet előrébb jöttök. Olyan jó lenne. Senki nem? Bocsi, csak látom, hogy nem annyira szeretem a szemeteket látni. Az úgy sokkal, nekem sokkal biztonságosabb és bátorítóbb. Szóval, a hétfő után egyből nekiláttam annak, hogy készüljek a következő alkalomra, és természetesen ezerrel elkezdtem aggódni, hogy kevés lesz ez a 4 hét arra, hogy felkészüljek. Számba vettem a teendőimet, és ilyenkor látványosan kevés az idő arra, hogy készüljön az ember. Ráadásul még azt se tudtam eldönteni, hogy melyik Zsoltár legyen. 2 Zsoltár között hezitáltam, aggódtam, és hát nálam ennek rendszerint az a következménye, hogy hát éjszaka felébredek, és nem tudok aludni.
Miután ez többször is megtörtént, akkor elhatároztam, hogy ha legközelebb így lesz, fel fogok kelni. Előre este oda készítettem a mi kis csendes szobánkba, ahol a férjem szokott elmélkedni, mindenféle bibliafordításokat, a jegyzeteimet, és elhatároztam, hogy ha fölébredek, átmegyek, és akkor Istennel töltök időt sokkal inkább, mint hogy gyötrődjek az ágyban. Na hát ez a legelső este meg is történt, hogy felébredtem. Átmentem, és ott aggódtam ezerrel tovább, és akkor egyszer csak szinte hallható hangon azt mondta az Isten, hogy te miről is szeretnél beszélni majd azon a hétfőn? Hát mondom, a bizalomról. Na és akkor most te mi miatt aggódsz? Jó lenne, ha végre leemelnéd a tekintetedet a saját alkalmatlanságodról, hogyha mernéd rám vetni ennek az egésznek a terhét, és tudjátok, ez az a helyzet, amikor szinte hangosan fölnevet az ember, és ugye a fejéhez kap, és egy gyönyörű órát töltöttem Istennel, mire lefeküdtem meg volt, hogy a 31-es Zsoltár. Aztán ennek volt folytatása is, mert akkor én elhatároztam, hogy minden este oda készítem az igét, és hogyha szükség van rá, felkelek. De mondtam azt is az Úrnak, hogyha csak annyit megtesz, hogy ne az éjszaka közepén. Ha hajnalban az remek, akkor fölkelek előbb, ez nem probléma. Az a bizonyságom, lányok, hogy onnantól kezdve egyetlen éjjel sem ébredtem fel. A férjem ezt úgy fogalmazta, hogy a sátán szeretné, hogy inkább aludjak, mint hogy a zsoltárokban haladjak. Viszont reggel meg felébresztett az Úr, és olyan gyönyörű időket tudtam vele tölteni, és igazán a ma, amit szeretnék megosztani, az ezeken a hajnalokon született meg. Hoztam nektek egy kis segédanyagot, ma a Károliból való fordítást írtam rá nektek, és most is odaírtam azokat az igéket, amik különösen megragadtak, és amiket ma is úgy középpontba szeretnék helyezni, miközben megosztom azt, amit a szívembe égetett Isten. Erről a Zsoltárról azt mondják, hogy az Úrba vetett erős, szilárd bizalom példája, és mint annyi minden Zsoltárt, annyi sok Zsoltárt, ezt is Dávid írta, de arra gondoltam, hogy mielőtt nekilátunk, szeretnék beszélni arról, hogy számomra mit is jelent a bizalom. Hogy egyáltalán miért olyan fontos téma ez? Azt gondolom, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk, hogy egy nagyon változó világban élünk, és ez a világ nem akarja bevallani, hogy réges-régen elvesztette az irányítást a történések felett. Réges-régen ez a világ nem ura a helyzetnek, nem ura annak, hogy napról napra mi fog bekövetkezni. És ez a világ szeretné azt tagadni, hogy van sötétség, mindig csak azt mutatja, hogy hát jól mennek a dolgok, és mindig csak az életnek a világosabbik oldalára szeretne rámutatni, és mi hívők is, a vallásos emberek is hajlamosak arra, hogy ezt akarják felmutatni, és hogyha megkérdeznek bennünket, hogy hogy vagyunk, emlékeztek, pénteken Nyári Attila tanított erről, vagy azt mondjuk, hogy hát köszönjük szépen, nagyon jól vagyunk, minden rendben van, vagy pedig ezerrel megpróbáljuk ezt a bizonytalanságot megszüntetni az életünkben. Tehát azon küzdünk, hogy megszűnjön az a tényező, ami miatt mi nem érezzük jól magunkat, vagy azt mondjuk, hogy kösz, jól vagyok, miközben egyáltalán nem vagyunk jól. Számomra mit is jelent a bizalom? Azon kezdtem el gondolkodni ennek a kapcsán, hogy én kiben tudok megbízni. Mi a feltétele a bizalomnak? És mi a különbség a megelőlegezett bizalom és az úgynevezett megszolgált bizalom között? Arra jutottam, hogy a megelőlegezett bizalom az egyfajta ilyen nyitottság, egy esély megadása egy másik személynek, vagy egy másik helyzetnek. De a kiérdemelt bizalom alapja mindig, számomra mindig a megismerés, egyfajta kapcsolat. A tapasztalat, amit azzal a személlyel kapcsolatban megéltem. És ezért én tudom, hogy Isten azért vezetett úgy, hogy a múltkor az Isten ismeretről beszéltünk, a vele való kapcsolatunkról, és aztán adta következő témának a bizalmat. Ahogy így kutakodtam, arra jöttem rá, azt találtam, hogy nagyon sok nyelvben a hitre és a bizalomra
ugyanazt a szót használják. Így van ez a latinban és az angolban is például. És ahogy utána olvastam, azt láttam, hogy a görögben a hit, a pisztis, illetve lehet, hogy nem így kell kiejteni, de ez most azt hiszem nem olyan fontos, és a piszteó igei alak kifejezés összesen 220-szor szerepel az Új Szövetségben. Legtöbbször hitnek, vagy ha igeként fordítják, akkor hinni valamiben valakinek, valakiben valamibennek fordítják. Az eredeti jelentését olvasom, hitet vetni valakiben, bízni valakiben, bizonyságtétel által meggyőzetni olyan dolgokról, amik a fizikai megfoghatóság határán kívül esnek. És képzeljétek, hogy amíg készültem, az Istenbe vetett bizalomnak nagyon sok szinonimáját és kifejeződését mutatta meg Isten számomra. Megjegyzem, hogy ezt nem csak elméletben tette, hanem gyakorlatban is megpróbált jó néhányszor ebben a bizalom kérdésben. És a végére elég gazdag lett a lista, és először szeretném csak úgy felsorolásszerűen megosztani veletek, aztán majd az igék alapján néhányat szeretnék jobban kiemelni, jobban, bővebben kibontani. Szóval, mit mutatott Isten, hogy mi is a bizalom? Az első csokorba olyan meghatározások tartoznak, amiknek lesz egy közös vonása a részünkről való aktivitás. A bizalom például a hitemet belevetni valakibe aktív cselekvéssel. Ráhagyatkozás, rátámaszkodás, szintén egy aktív cselekvés, arra való hagyatkozás, amit Isten mond. Vagy reménykedő, bizakodó, szüntelen, aktív várakozás. Na, erről az aktív cselekvésről fogok majd még többet beszélni. Folytatom a listát. Mély kapcsolatból, barátságból fakadó ragaszkodás. Felülemelkedés a körülményeken, nem a láthatókra való nézés. Az a bizonyos zsidó 11.1. Az egyszerű fordításból nagyon-nagyon szemléletes számomra. Hinni, bízni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Még tovább, mi a bizalom? Az, amikor nem a magam korlátozott látására támaszkodom, nem a magam erejéből merítek. A bizalom valójában nem más, mint helyes Isten félelem. Mit is jelent ez? Nem más dolgoktól félek, az Istent félem. Jobban félem az Istent, mint amennyire más dolgoktól félek. A bizalom Isten teljességének az elfogadása a nehéz helyzetekben is. Hit Isten jó indulatában, abban, hogy nem csak tud, de akar is, kész is segíteni. A bizalom másrészről egy bátor kilépés Istennel. Hát Józsué most nagyon friss. Emlékeztek a Józsué 3.13-ban, amikor azt írta az ige, hogy mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok lábai, a Jordán vize akkor fog ketté válni. Bátran előbb ki kellett lépni ahhoz, hogy a Jordán megnyíljon. A bizalom az több, mint észbeli, azaz nem csak észbeli egyetértés. Az egy tudatos döntés Isten mellett. És erről is szeretnék még beszélni. Másrészt a bizalom egyfajta biztonság, ellazulás, békesség, elrejtőzés az ő szárnyai alatt, az ő karjaiban, alázat és engedelmesség Isten felé. És hát mindaz, ami ennek az ellentétje, az a bizalmatlanság. Amiről majd szeretnék többet beszélni, a bizalmatlanság csokrából. Bizalmatlanság a félelem, az aggodalmaskodás, a nyugtalanság, a feszültség, a szorongás. Bizalmatlanság a hitetlenség, a reménytelenség, az, amikor a magam erejéből merítek, amikor a magam korlátozott képességeire támaszkodom, amikor magamban bízom, amikor ragaszkodom a saját elképzeléseimhez, terveimhez, módszereimhez, és megpróbálom valahogy a körülményeket úgy irányítgatni, hogy az legyen meg, amit én elterveztem. No, hát akkor nézzük meg a 31-es Zsoltárt kicsit közelebbről. Dávid ezt akkor írta, amikor már egy katonailag és gazdaságilag virágzó ország királya volt. Gyakorlatilag eddigre már minden megadatott neki. Az jutott eszembe, hogy
Az unokám azt mondaná erre, hogy akkor ő már egy menő király volt. Menő király volt, csak éppen egy nagyon nehéz helyzetbe került, mert több kommentár azt írja, hogy ezt a Zsoltárt valószínűleg akkor írta, amikor a saját fia elől menekült, Absalom lázadása elől menekült, és eközben szinte minden barátja elhagyta. És az a gyönyörűséges, hogy már a Zsoltár elején azt látjuk, hogy ő bízhatott volna a katonai erejében. Ő bízhatott volna abban, hogy ő egy erős király. És mégsem ezt tette, mert hogyha a Zsoltár elejét nézitek, a második, harmadik verset rögtön úgy kezdi, hogy te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg. Légy nekem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem. Talán még szemléletesebb az egyszerű fordításban. Örökkévaló hozzád menekülök, ne hagyd, hogy csalódjam. Igazságos tetteiddel ments meg, fordulj felém, hallgass meg, szabadíts meg hamar. Légy a kősziklám, erős kőváram, védj meg engem. Dávid ekkora már nagyon sok mindenen túl volt. Bőséggel túl volt bukásokon, üldöztetésen, nélkülözésen, és eddigre, tudjátok mi a nagyon fontos, hogy nagyon jól tudta, hogy nem az határozza meg őt, hogy éppen milyen időszakon megy keresztül. Nem abból merített, hogy éppen milyenek voltak az aktuális körülményei, hogy éppen milyen szilárdan állt az ő királysága. És azt is tudta, hiszen már ekkorra, hogy Isten addig is és ezután is minden körülményt fel fog használni a formáltatására. Az egész Zsoltárt két különböző részre oszthatjuk, mert az elejében, majd hogyha még olvasgatjátok ezt a Zsoltárt, azt láthatjátok, hogy Dávid tusakodott. Bár így kezdődött a Zsoltár, hogy te benned bízom, Uram, de az eleje egy tusakodó ima. A nyomorúság közepette, tele panasszal, és valahol keveredett ez a tusakodás, a panasz, a bizalmatlanság, az Istenbe vetett bizalommal. Aztán valahol jön a fordulópont, és a második részben a bizalom felülkerekedik. Ott már a győztes Dávid imáját olvashatjuk. Ott már az Istenbe vetett bizalom diadalát ünnepli, és ott már buzdítja a szenteket, minket buzdít. Hogyha újra olvasom az első verseket, most azt szeretném belőle kiemelni, hogy azt írja a harmadik vagy negyedik versben, attól függ melyik fordítás, hogy légy nekem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem, mert kősziklám és védővárom vagy te. Vagy azt mondja a másik fordításban, hogy légy kősziklám, erős kőváram, valóban te vagy kősziklám és erős kőváram. Azt láthatjuk, hogy Dávid itt újra meg újra előhozza ezt a hasonlatot, amihez Istennek a menedékét hasonlítja. Azt mondja, kőszálam, kőváram, erődített házam, kősziklám, erősségem. Sokszor hasonlítja az Istent kőszálhoz vagy kővárhoz. És hogyha arra gondolunk, ha egy kicsit is ismerjük, hogy milyen területen fekszik Izrael, akkor nyilvánvalóvá válik ez a hasonlat, akkor rögtön értelmezni is tudjuk. Mert hihetetlenül sziklás, köves területen fekszik ez az ország. És az ószövetségi időben ezek a sziklás helyek, a barlangok, főleg Dávidnak, mikor Saul elől menekült, nagyon sokszor adtak fizikálisan is menedéket. Tehát Dávid nem véletlenül hasonlítja Istent, az ő menedékét a kősziklához, kővárakhoz, kősziklákhoz. Mit írt még? Azt már mondtam? Kőszálhoz. Igen, azt is írja még. Szóval, az is nagyon tetszik, hogy azt is mondja ezekben az igében Dávid, hogy szabadíts meg hamar. Nem, én ezzel nagyon tudok azonosulni. És főleg a hívő életem elején, mert hát nem árulok el nagy titkot, egy ilyen aktív, tetrekész ember voltam és vagyok ma is, azt gondolom, és az új életemben, ha előadott valami nehézség, akkor én nem néztem jobbról is, meg balról is, hanem úgy nekiestem, hogy megoldjam. És aztán miután megtértem, sejthetitek, hogy ezt vártam el Istentől is. Csak most azt mondtam, hogy te old meg, Uram.
Gondoltam, hogy lépéselőnye is van hozzám képest, mert ő mindenható, hát neki nem fog semmeddig se tartani, hogy megoldja az én problémámat. Egyetlen célom volt. Ott ültem a gödör alján, hamar, gyorsan, gyerünk uram, kapjál ki innen engem, aztán menjünk tovább, ne pazaroljuk az időt erre, hogy itten nehéz, meg el vagyok keseredve, meg a föladás határán vagyok. Imádkoztam szabadításért, és emlékeztek, Jani mit tanított? Elvártam Istentől, hogy mert szeret, akkor szabadítson ki gyorsan. Akkor még fel sem erült bennem, hogy Isten valamire akarja használni ezeket a nehézségeket. Na hát az meg pláne nem merült föl bennem, hogy sokszor pont azért nem tette meg hamar, mert szeretett. Na hát az én akkori Isten ismeretemmel, az én akkori hitemmel ez egyáltalán nem fért össze. A harmadik vers végén, hogyha tovább olvassuk, Dávid a hivatkozási alapot is megnevezi, hogy miért is mentse meg az Isten. Az egyszerű fordításban Isten jóságára hivatkozik. Azt mondja, hogy jóságodért vezess és terelgess engem. Más fordításokban viszont mindenhol azt találjuk, hogy Isten nevére hivatkozva kér szabadulást. Azt mondja, hogy terelgess engem a nevedért, vezess engem a te nevedért. És tulajdonképpen bármelyik jó hivatkozási alap lehet. Hát hivatkozhatunk Isten jóságára, hivatkozhatunk az ő nevére. Dávid bölcs volt. Nem saját magára nézve, nem a saját érdemeire nézve kért szabadulást. De végül is akár meg is tehette volna. Hát ha úgy nézem, Dávid addigra már sok mindent letett az asztalra, de Dávid akkor már mély Isten ismerettel rendelkezett. És tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy amikor Isten nevére hivatkozott, akkor tudjátok, mit csinált? Átpasszolta a labdát Istennek. Azt mondta, hogy Uram, nem az én dicsőségem forog kockán, hanem a tiéd a tét. A te jó hírnevet forog kockán. És gondolkodtál-e már azon, hogy amikor az Istenbe vetett bizalom hiányáról beszélünk, akkor tulajdonképpen megkérdőjelezzük azt, hogy Isten megbízható. Valójában akkor azt mondjuk ki, hogy Isten előttünk nem érdemelte ki a bizalmat. Azt mondjuk ki, hogy nem érdemelte ki a bizalmat azzal, hogy Jézust odaadta a keresztre. Azt mondjuk, hogy Jézus nem érdemelte ki a bizalmat azzal, hogy mindvégig engedelmes volt az atyának. Hiába adta nekünk Krisztusban a megváltást, ilyenkor megkérdőjelezzük azt, hogy megad nekünk mindent a maga idejében, amikor ő jónak látja. Ilyenkor mindig keresgélek tanításokat a neten. Szűkös a tárház, mert nem tudok angolul, de megtaláltam, hogy annó Phil is tanított a zsoltárokról, és nagyon tetszett. Tudjátok, hogy tanított erről a zsoltárról? Megfordította a helyzetet. Azt mondta, hogy miközben aggódunk, gondolkodjunk el azon, hogy nem Istennek volna-e oka arra, hogy aggódjon. Miattunk. Nem neki kellene rettegve arra gondolni, hogy ránk bízta az ő nevének a hirdetését. Hogy ilyen törékeny cserépedényekre bízta azt, hogy felmutassuk az ő jellemét. Hogy felmutassuk az ő kegyelmét, az ő irgalmát, az ő hűségét. És miközben mi azon aggódunk, hogy vajon Isten kimente bennünket egy helyzetből, a mindenható Isten megfogta magát, és ránk bízta. Ránk bízta mégpedig úgy, hogy ő ismert bennünket. Tudja, hogy nem egyszer, nem tízszer, nem százszor, hanem egymilliószor fogunk elbukni. Amikor így ezen gondolkodtam, akkor ismeritek azt a dicséretet, aminek az az egyik sora, hogy bízhattál rám oly kincset, mint angyalok se kapnak meg. Mi aggódunk, és Isten meg nem aggódik. Nem aggódik azon, hogy el fogjuk szúrni, mert tudja, hogy az ő munkája tökéletes. És tudja, hogy még amit elszúrunk, ő abból is jót tud majd kihozni. Említettem nektek, amikor felsoroltam a bizalomnak a szinonimáit, hogy a bizalom az egyfajta aktív cselekvést is jelent, és hogy erről majd szeretnék egy kicsit többet beszélni nektek.
Ahogy keresgéltem, az Új Szövetségben is több igét találtam, ami ezt az aktív cselekvést fejezte ki számomra. A János 14.1-ben azt mondja az ige, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. De talán még inkább a János 26.29-ben, tudjátok, ez az a rész, amikor arról faggatták Jézust, hogy mit kéne cselekedniük ahhoz, mit kéne csinálni, hogyan kéne Isten dolgait cselekedni, hogy Jézus követőivé válhassanak. És az ő válasza nemes egyszerűséggel az volt, hogy higgyetek abban, aki Isten elküldött. De aztán találtam egy másik fordítást, ezt hallgassátok. Ez a munka, a szolgálat, amit Isten kér tőletek, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött, hogy ragaszkodjatok hozzá, bízzatok benne, támaszkodjatok rá. Azt mondja ez az ige, hogy a bizalom munka. Mégpedig az Istenre bízó ráhagyatkozás gyönyörű munkája. Gondolkodtatok már azon, hogy könnyebb hagyni? Hagyni, hogy a gondolataink azok úgy féktelenül szaladjanak, és magával ragadjon bennünket az aggódás? És az a szorongás? Mert tulajdonképpen, hogyha nem ezt tesszük, akkor az önfegyelmet kéne gyakorolnunk. A gyakorlás, az pedig a tanulásnak mindig a legeslegnehezebb része. Erről az jutott eszembe, hogy mikor gyerek voltam, én tanultam zongorázni. És nagyon-nagyon vágytam rá, hogy szépen tudjak zongorázni. De nekem nem volt zongorám. Ha gyakorolni akartam, el kellett mennem a zongoratanáromhoz, be kellett mennem a művelődési házba. Hát szépen zongorázni szerettem volna, de gyakorolni nem nagy kedvem volt ilyenkor. És a helyzet az, hogy nem is tudok zongorázni, ma már egyáltalán nem tudok zongorázni. És mivel a bizalomnak a gyakorlása, a bizalomnak a begyakorlása tulajdonképpen az a lényege a mi átalakulásunknak, a gondolkodásunk átalakulásának. Mert aki hajlandó sok ezer órát gyakorolni egy hangszeren, vagy sok ezer órát a medencében tölteni, annak van sansza arra, hogy ő ismert művész legyen, vagy élsportoló. Annak számára természetessé válik ez. És hogyha mi akarjuk gyakorolni a bizalmat minden helyzetben, akkor számunkra is természetessé válik ez a bizalom. Olyan dolog válik számunkra természetessé, ami a testi természetünktől teljes mértékben idegen. Mert a testi természetünkhez sokkal közelebb áll a bizalmatlanság, mint a bizalom. De hát ez munka, és akár lustaságnak is nevezhetném, lustaságból mi hajlamosak vagyunk kibújni ez alól a munka alól. Egyfajta lustaságból nem emeljük a tekintetünket Istenre. És tudjátok, hogy milyen könnyen válik létformánká a szorongás és az aggódás? És milyen könnyen lehet ez az aggódás vagy szorongás meghatározó számunkra? Szinte meghatározza az identitásunkat. Valaki ezt nálamnál sokkal jobban leírta, akinek a nevét nem tudom kiejteni, de mondom úgy, ahogy írva van, valószínűleg N. Voskamp. Ő úgy fejezte ki gyönyörűen, képszerűen ezt, amiről eddig beszéltem, hogy az aggodalmaskodást szorosan magunkhoz ölelve átvesszük az irányítást, azzal áltatva magunkat, hogy mi szabjuk meg az események alakulását. És tudjátok, ráadásul az aggodalmaskodás azért is nagyon alattomos, mert azt a látszatot kelti, hogy mi csináljuk. Hát valamit csinálunk, aggódunk. Szorongunk, aggódunk. Pánikba esünk. Miközben a hit, a bizalom, az a valódi cselekvés. És ráadásul van ebben még egy csavar. Hát, mert valamit igencsak el tud lopni az aggódás és a bizalom. Leginkább az örömöt, leginkább a békességet. És arra jöttem rá, hogy addig nehéz ám betelni örömmel, amíg aggódunk, amíg nem tanulunk meg bízni Istenben. És több igét is találtam, amiben azt vettem észre, hogy a bizalom és az öröm az nagyon szoros összefüggésben van egymással. Például a Róma 15.13 azt írja, hogy az Isten,
aki a reménység forrása, csordultik töltsönbe titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által. Az angol ezt úgy mondja, ahogy benne bíztok. Vagy a 40. Zsoltárban, 5-ös vagy 4-es, ige, attól függ melyik fordítás, milyen boldog és áldott, aki az örökkévalóban bízik. Más fordításban, ó, milyen örömük van azoknak, akik az Úrban bíznak. De nézzük csak meg ezt a Zsoltárt, hogy Dávid ez erről hogy ír a 7.-8. versben. Hadd vígadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet. Egy második fordítás szerintem még durvább. Azt mondja, hogy táncolva örülök jóságodnak, mert látod szenvedésemet és ismered bajomat. Vagy újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Na hát azt úgy első felindulásból, amikor először elolvastam, hát azt tudtam csak mondani, hogy ez azért nem teljesen normális dolog. Újjongani, táncolva örülni, egyszerűen azért, hogy Isten látja, hogy hogy szenvedek. Isten látja, hogy milyen nyomorúságban vagyok. De nem véletlen mondják, hogy ez a Zsoltár a bizalmas imádság, a bízó imádság imája a nagy nyomorúság idején. Mert ebből látszik, hogy Dávid öröme az egy valódi bizalomból fakadt. Bár fogalma nem volt arról, hogy hogyan fog kiszabadulni ebből a helyzetből. Még minden előtte volt. A szabadulás az még a jövő titka volt, de ő már képes volt a jelenben örvendezni. Pedig aztán a 10.-14. versben folyamatosan ezt olvashatjuk. Mi jobbról, balról leírta a gyötrődését, a kétségbeesését, azzal kapcsolatban, hogy elhagyták a barátai. Azt mondta, hogy könyörülj Uram rajtam, mert szorongattatom, elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem, mert bánatban enyészik életem, sóhajtásban múlnak éveim, kiasznak csontjaim, temérdek üldözőm miatt csúfságá lettem, töröltettem akár a halott az emlékezetből, olyanná lettem, mint az elroshat edény. Hát, elég nyomorultul érezhette magát. De ott a fordulat a 15. versben, nézd csak! Dávid meghozza a döntést, amikor azt mondja, hogy de én benned bízom, Uram. Azt mondom, te vagy Istenem. Életem ideje a kezedben van. Mit jelent az életem ideje? Az mindent jelent. Minden körülményt, minden történést, minden eseményt. Bármit, ami velem fog történni. Ez jelenti azt, hogy életem idejét oda teszem a kezedbe is. Azt látjuk, hogy Dávid meghozta a döntést. Oda tette élete minden eseményét és történését Isten kezébe. Úgy ad hálát, mintha már bekövetkezett volna a szabadulás. Sokszor jutott pár ez eszembe, de újra előhozta Isten, hogy én arra gondoltam, amikor a Veres-tengeren való átkelést olvastam mindig az igében, hogy utána micsoda nagy öröm volt, ahogy átkeltek, mert Isten ketté választotta a Veres-tengert, hogy nem az a valami, hogyha a túlsó parton hálát adunk, miután túl vagyunk a dolgokon, szerintem az a valami, amikor az innenső parton hálát tudunk adni, amikor még nem tudjuk, hogy hogyan fog ketté válni a Jordán, vagy hogyan válik ketté a Veres-tenger, vagy hogyan gyógyulunk meg, vagy Isten hogyan állítja helyre a házasságunkat, vagy Isten hogyan ad nekünk férjet, vagy Isten hogyan őrzi meg a gyerekeinket, akik éppen a világban kószálnak, mert az már egy olyan bizalom, amilyen Dávidé volt, ami arról tesz bizonyságot, hogy ő egy teljes életet élt, ami az Istenbe vetett szilárd bizalomból fakadt. Egy másik idézet, ami engem nagyon megragadott, és vajon ki tudjuk-e mondani? Megint nem tudom én jól kimondani, Ralph Waldo Emerson. Szóval vele együtt ki tudjuk-e azt mondani, hogy mindaz, amit láttam, amit megtapasztaltam Istennel járva, arra tanít, hogy bízzak a teremtőmben mindarra nézve, amit még nem láttam. Fordíthatnám, vagy kiszélesíthetném, ami még előttem van, ami még rejtve van, amiről fogalmam sincs, hogy meg fog velem történni. Mert mindaz, amit megtapasztaltunk, az a felfoghatatlan kegyelem,
amit egy másik dalban így éneklünk, ezt nagyon szeretem, ezt is nagyon szeretem, hogyha éjjel bánat emészt, új öröm vár rám reggel. És tudjátok, veletek együtt fogalmam sincs, hogy ez hogy lesz meg. Hogyan lesz meg az, hogy úgy fekszel le, hogy feladni készülsz. Fölkelsz, és nézed a helyét, és nincsen ott. Fogalmam sincs arról, hogy hogyan teszi meg Isten, hogy sokféleképpen szabadít ki ezekből a helyzetekből. Van, hogy egyszerűen csak úgy átrak valahova, de lehet, hogy csak pár órára, amikor muszáj a fókuszodat levenni saját magadról. Van, hogy csak elküld dolgozni, mert oda muszáj menni, és ott neked azzal kell foglalkozni, mert azért kapod a fizetésedet. Azt tapasztalom, hogy Isten annyiféleképpen tudja ezt csinálni, de azt is tapasztalom, hogy minél többször meglátom ezt, minél többször megélem ezt a kegyelmet, utána annál könnyebben tudok bízni benne. És arra is rájöttem, hogy ahogy ezeket megélem, ezeket a szabadításokat, valójában a bizalom tudatos döntésé válik az életemben. Tudod, lehet, hogy úgy rezeg az a léc. Bízok, Uram. Még csak nagyon halovány. Nem egy ilyen, hogy Uram, itt vagyok, benned bízok, nem számít, mi történik, itt vagy nekem. Egyáltalán nem feltétlenül ezt várja el Isten tőlünk. De mégis azt a döntést mellette, hogy lesz, ami lesz, Uram, veled megyek tovább. No, nézzük akkor meg a bizalomnak egy másik aspektusát is, amivel én személy szerint nagyon gyakran küzdök, mégpedig a változó körülményekkel. Mi történik a mi kis bizalmunkkal, ha változnak a körülményeink? Mi a helyzet akkor, amikor úgy énekeljük, hogyha összeomlik minden, és menedék több nincsen? Vagy nagyon szeretem azt a Pintér Béla dalt, amikor azt mondja, hogy hinni kell, amikor összedől a világ, és a romok tetején tombol az élet. Hinni kell, amikor mások már azt mondják, hogy nincs tovább, és a régi képeket majd újra cseréled. A 21. versben, az egyszerű fordításban Dávid azt mondja, hogy megmutatta, mennyire szeret, mikor olyan voltam, mint egy ostromlott város, amikor tényleg minden romokban hever. Annyira gyönyörű, hogy képzeljétek, lehet, hogy csak azért, mert én ilyen füllel hallgatok minden tanítást, szinte minden előjárónk, pásztorunk, valamilyen módon tanított az elmúlt hónapban a bizalomról. És ez teljesen mindegy, hogy az Józsué volt, vagy hogy milyen Jézus, vagy a péntekesti alkalom. És most azt a kapcsolatot szeretném felidézni nektek, hogy Árpi beszélt arról, hogy a körülményeink azok állandóan változnak. De van valami, ami nem változik. És az a rossz hírem, hogy nem csak Isten akarata nem változik, az a jó hír, hogy Isten akarata nem változik az életünkre nézve, de a sátán is pontosan ugyanazt akarja. Eltántorítani bennünket Isten akaratától. És hogyan hatnak ezek a változások, ami Istenbe vetett bizalmunkra, a hitünkre? Hát valójában az nagyon egyszerű megállapítás, hogy nyilván akkor nehezebb bízni, amikor nehézségek jönnek. De azt is tudjuk egy idő után, hogy ezek nélkül, a nehézségek nélkül nem edződne a bizalmunk. Hát én egy ilyen sportoló ember vagyok, meg tesi tanár. Egy kicsit olyan ez, hogy az izmaink is csak akkor erősödnek, hogyha edzük őket. A bizalmunk is csak akkor fog erősödni, hogyha engedjük, hogy Isten, hát nem is Isten, nem szeretném ezt így mondani, hogyha elfogadjuk, hogy vannak nehézségek, és Isten megengedi a nehézségeket is az életünkben. Mert a valódi bizalom majd az lesz, ami megtanulja úgy elfogadni azt, ami körbevesz bennünket, ahogy van. És ebbe benne vannak a nehézségek, és ebbe benne vannak a tragédiák is. Miközben ahhoz ragaszkodunk, hogy bármi történik, az Isten elé odavihető, és azt Isten fel fogja használni az életünkben. És hogy ezek a változások milyen bizalmi helyzeteket teremtenek, erről úgy tanított Isten, hogy egyik nap autóztam az unokámhoz délután,
hetente kétszer együtt tanulok vele, és hát mi másról járt volna az eszem, mint a bizalom témáján, miközben ültem a dugóban, és képzeljétek el, hogy valahogy úgy mutatta meg Isten nekem, hogy a bizalmi helyzeteket két nagy csoportra oszthatjuk, és az egészségügyből hozta a példát. Azt mondta, hogy vannak akut betegségek, és vannak úgynevezett krónikus betegségek. És az akut betegségekről mindenki tudja, hogy azok olyan betegségek, hirtelen alakulnak ki, gyors lefolyásúak, látványos tünetekkel járnak. És valahol azt mutatta nekem az Úr, hogy az akut bizalmi helyzet is egy ilyen hirtelen fellépő, nagyon ijesztő, pánikra okot adó helyzet. És volt most már így utólag azt mondom, volt szerencsém nyáron megélni egy ilyen helyzetet a saját életemben, egy ilyen brutálisan akut, hirtelen fellépő, nagy pánikkal járó helyzetet, mégpedig azt, hogy a lányom és a lányomnak is a nagyobbik unokámnak agyhártyagyulladása volt a nyáron. És ez az egész úgy történt, hogy a lányom lett először beteg, és ezért gyakorlatilag az unokám, aki akkor még nem volt beteg, a kezdetektől fogva velem volt, ott voltam mellette, amikor rajta is megjelentek a tünetek. Nem tudom, hogy láttatok-e, vagy megtapasztaltatok-e már ilyet. Az unokám esetében ez magas lázzal, hányással és brutális rohamokban fellépő fejfájással járt. Olyan fejfájással, hogy fél percig üvöltött, aztán fél percig nevetgélt, amikor mesét olvastam neki. Fogalmunk sem volt, hogy ez mi. A lányomnak csak fájt a feje, ezért én vittem el az orvoshoz. Egy orvos nem tudta mi, elvittem az ügyeletes idős doktornénihez. Ő szépen ráírta a papírra, hogy feltételezett diagnózis, agyhártyagyulladás, azonnal beutalta a kórházba, én vittem el Dávidot a kórházba, és ott ki is derült, hogy valóban agyhártyagyulladása van. Nem tudták csillapítani se a fájdalmait, se a lázát. Éjszaka átszállították egy másik kórházba, és amikor leváltott a vejem, akkor én hazamentem, és emlékszem, hogy elég volt annyi idő, hogy hazaérjek. Arra is emlékszem, hogy Eszter lányom ágyán ültem, és mondtam, hogy ez van, agyhártyagyulladás. És azt mondtam Eszternek, hogy nem fogom megnézni a neten, mi az az agyhártyagyulladás. Mert én olyan buta vagyok, hogy nem tudom, mi az az agyhártyagyulladás. Azt se fogom megnézni, milyen tünetekkel jár. És azt se fogom megnézni, hogy milyen maradvány tünetei lehetnek, hogyha nem gyógyul meg. Azt mondtam Eszternek, és hát nem olyan volt, hogy így, hanem sírtam, és mondtam, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy vagy vigye el Dávidot, de hogyha engedi, hogy még tovább, hogy ő még éljen, egy 8 éves kisfiúról beszélek, akkor gyógyítsa meg maradéktalanul. És ha hiszitek, ha nem, amikor én ezt a döntést meghoztam, hogy rábízom ezt a helyzetet Istenre, akkor tudjátok, most szombaton jöttem rá, hogy kegyelemből megkaptam a hit ajándékát erre a helyzetre nézve. Erre az akut bizalmi helyzetre nézve. És én akkor fogtam magam, lefeküdtem, és mint a tej végig aludtam az éjszakát, onnantól kezdve egy héten át ott voltam az unokám mellett, ott voltam, amikor lumbálták, ott voltam, amikor újra üvöltött a fájdalomtól. De tudtam, kihez fordulok, tudtam, hogy kik a barátaim, akiket, ha felhívok, együtt fognak velem imádkozni. És jó vége lett a történetnek, mert hogy az unokám és a lányom is maradvány tünet nélkül gyógyult, és ha most megkérdeznétek, hogy na de mit csináltál volna akkor, ha nem gyógyulnak meg? Fogalmam sincs. De azt pár megtanultam, hogy mindig az adott helyzetre ad Isten kegyelmet. És nem agyalok ezen, hogy akkor mi lett volna. És képzeljétek, azóta se tudom, mi az az agyhártyagyulladás, és azóta se tudom, hogy milyen maradvány tünetek lehettek volna, hogyha nem gyógyul meg mind a két szerettem ezeknél teljesen maradéktalanul. És most mielőtt úgy szent irigységgel néznétek rám, akkor szeretnék vallomást tenni a gyengeségeimről, mert hogy nekem
a krónikus bizalmi helyzetek okoznak nagyon nagy nehézséget. Hú, krónikus betegség, újra és újra visszatér, elhúzódik, hosszú ideig tart. Krónikus bizalmi helyzet, mikor egy probléma újra és újra felüti a fejét. Nem tudom, lehet, hogy csak én szoktam eljátszani Istennel azt, hogy ezeket a problémákat olyan nagy lelkűen leteszem Isten elé. Itt van, Uram, neked adom, old meg, kezdj vele azt, amit szeretnél. Aztán az első adandó alkalommal már megint visszaveszem, és így szólítom a kezemben a problémát. Sok évvel ezelőtt kérdezte meg az egyik testvérem, hogy Zsuzsa, te már le tudtad tenni a házasságodat Isten elé? El tudtad már engedni? Ó, mondtam, hát persze. Ezerszer, egymilliószor, és ugyanannyiszor vissza is vettem. Szóval, krónikus, hosszantartó, lassú lefolyású, visszatérő, idült helyzet. Amikor a probléma újra-újra felüti a fejét, és mikor már azt hittem, hogy túl vagyok rajta, mikor már azt hittem, hogy én végleg rábíztam Istenre, de aztán kiderül, hogy szépen felgyűröm az ingújamat, és újra nekilátok megoldani ezt a helyzetet. És ez nagyon megterhel engem. Szóval nem kicsit, fizikailag és mentálisan is nagyon megterhel. Azt kell, hogy mondjam, hogy van, amikor totálisan a padlóra tesz. Éjszaka nem tudok aludni, elmegy minden életkedvem, alig tudom reggel kikaparni az ágyból magam, a reggeli imám, az csak egy nyöszörgés. Az csak egy olyan nyüszögés. És ha megkérdezitek, mikor történt ez meg velem utoljára, ma reggel. És nem tudok mást mondani, csak azt tudom mondani Istennek, hogy Uram, rád akarom bízni. Nem megy. Ilyenkor annyira vágyom arra, hogy kiszakadjak az önsajnálatból, a keserűségből. És nem tudok mást mondani, mint nyűszítve azt mondom az Úrnak, hogy a tiéd, el akarom engedni, még így van görzsben a kezem, de el akarom engedni, könyörülj meg rajtam, Istenem. És most már tudom, hogy ezeket a bizalmi válsághelyzeteket meg kell tapasztalnunk, és ismét megint egy dicsőítésnek az egyik sorát szeretném mondani nektek. Mert szerintem velem együtt sokan megélitek. Pintér Béla énekli, hogy mikor azt hittem, hogy vége, akkor kezdődött el. Na most az a kínos, hogy köhögnöm kell, és nem lehet kivágni. Akkor iszom még egy kortyot. Hát vagy sírok, vagy köhögök. No, szóval el kell jutnunk az erőnk végére ahhoz, hogy megszülethessen a valódi bizalom. És olyan sokszor megéltem, hogy mikor azt hittem, hogy totálisan végem van, amikor azt mondtam, hogy én ezt már feladtam, akkor Isten valahogy újra kezdte. És muszáj megélnünk ezeket a próbákat ahhoz, hogy az Isten a minden körülményeken felül emelkedő bizalmat ki tudja munkálni bennünk. Mert minden egyes ilyen szabadítással pontosan ehhez fogunk közelebb kerülni. Sok évvel ezelőtt Isten azt mondta nekem, hogy semmi nem történhet veled, amiről én ne tudnék. Semmi nem történhet veled, amit én ne engedtem volna meg. És tudjátok, valahol itt fordul át számunkra az a miért pont velem hozzáállás, arra a fajta hozzáállásra, amit én úgy neveznék, hogy na akkor, hogyan mászunk ki ebből a gödörből együtt, Uram? Nekem ez sok évig tartott, de ha bármikor bárki megkérdez, csak azt tudom mondani, hogy megéri. Hogy megérte, megéri és meg fogja érni. De talán sokkal hitelesebb nálamnál, ahogy Dávid írta le a Zsoltár végén ezt a 19.-20. versben. Egyfajta ígéretként a benne bízóknak. Mármint az Istenben bízóknak. Istenem,
Mennyi áldást arcogatsz azoknak, akik félnek és tisztelnek téged? Mennyi jót tettél azokkal, akik bíznak benned? Mindenki szeme láttára megáldottad őket. Elrejted őket jelenlétet titkos helyén a gonoszok tervei elől. Vagy azt mondja máshol, hogy más fordításban, mély bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon, az emberek fiai előtt. És hogy elgondolkodtam, hogy akkor mik ezek az áldások? Mi ez a jóság? Tudjátok, egy másfajta hit, egy rendíthetetlen bizalom. És ez már nem az a hit, amit csak addig tart ki, amíg jól mennek a dolgok. Ez már nem az a hozzáállás, amiről az elején beszéltem, hogy ezerrel próbálom kikaparni magam a gödörből a próbák idején. Ez már az a hit és az a bizalom, ami elmeri fogadni a sötétséget és a nehézségeket is. Egy olyan bizalom, aki már nem csak a bővölködés Istenét ismeri. Ismeri azt az Istent is, aki a rosszat jóra fordítja, aki pont a sötétségből hozza ki a világosságot, és abból az ezer pici meghalásunkból hozza ki az új életet. Az a bizalom, ami azt is elfogadja, hogy Isten nem fog rögtön ugrani, amikor mi azt mondjuk, hogy na gyerünk, Uram, most gyűjt föl az ingújadat, te következel. Az a bizalom, ami elfogadja azt, hogy lehet, hogy pont azért késik, mert szeret. És az a bizalom, ami elfogadja azt, hogy Isten olyan, hogy csak azt engedi meg, hogy elérjen hozzánk, amiről tudja, hogy ez a hasznunkra lesz. Akármilyen rossznak is tűnik az abban a pillanatban, ő tudja, hogy ez a hasznunkra lesz, és lehet, hogy sok megpróbáltatáson kell keresztül menni, de azok a megpróbáltatások mind formálni fognak bennünket. És aztán az utolsó igében, nézd csak, döbbenet, szinte parancsba adja nekünk Dávid, hogy legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek, mindnyájan, akik várjátok az Urat. És találtam még egy igét, az Ézsaiás 50:10-et, amivel itt a végén szeretnélek bátorítani benneteket, ami így szól, ha ösvényetek sötét, és nincs világosságotok, bízzatok az örökkévalóban, és támaszkodjatok Istenetekre. Uram, én úgy jövök te hozzád, mert az az én szívem vágya, hogy mindannyian az aggodalmaskodás és a félelem helyett merjük rád bízni a mi életünket, merjük rád bízni a kicsi és nagy dolgainkat, merjünk elmerülni a te szeretetedben, és ne féljünk a rossztól. Ne féljünk a sötéttől, ne féljünk a nehézségtől, hanem higgyük el, hogy ezt a megengedő szeretetedben úgy adod nekünk, hogy jóra tudod formálni. Uram, hálát adok neked azért, hogy most majd az elkövetkezendő percekben bátran és nyíltan megoszthatjuk egymással a nehézségeinket, a próbáinkat, a bizalmi válságainkat. Azt tudom, hogy hogyan tanítasz bennünket a nehézségeinken keresztül, legyenek azok akut vagy krónikus nehézségek. Kérlek, Istenem, hogy tudjunk az elkövetkezendő percekben, itt a kis csoportos beszélgetésekben egymás hite által épülni, hogy felbátorodjon a mi szívünk, hogy legyünk erősek, és ne úgy menjünk el, ahogy idejöttünk, hanem sokkal inkább, azzal a reménységgel, hogy csak az történhet meg velünk, amit Isten megenged, és azt a rosszat jóra fogja fordítani a mi életünkben. A Jézus nevében kértem ezt. Amen.